mert ugyanis a diákmunkát és az eseti megbízásoknak, az alkalmi munkavállalóknak oroszlánrészt így tudunk adni nagyon nagy létszámban is munkát. Hogy tudni kell, ugye ez nem közfoglalkoztatás. A közfoglalkoztatás az egy darabig szól, ami által ugye kötelezik az embereket arra, hogy egy 35.000 forintos 6 órás munkakörben dolgozzanak, hogy utána kaphassák a szociális segélyüket, és ez nagyon sok több száz embert érint városi szinten. De viszont a szociális, amikor lejárt a közfoglalkoztatás, ugye 22.800 forintból nem fognak tudni megélni. És ezeknek az embereknek állunk mi úgy a rendelkezésére, a Kegyelet BT-vel karölte, hogy a szociális segély mellett alkalmi, egyszerűsített munkavállalási engedéllyel és szerződéssel tudjuk foglalkoztatni a temetőben ezeket az embereket. 117 embernek tudtunk eddig itt lehetőséget adni ezen közös szerepvállalás által. És többszörös túljelentkezés van a mai napig is. És nagyon hálásak ezért az emberek, mert ugyanis itt egy 16.000 forintos heti bérről van szó, 16-tól 20.000 forintig, ami akár a diákoknál, akár az idősebbeknél, vagy az alkalmi munkavállalóknál, nagy családosoknál, egyedülállóknál, végülis akik szociális segélyen vannak, és kiszolgáltatottak így a munkaerőpiac által mai Dunajvárosban, rengeteg embernek tudtunk felelősséggel és tisztességgel munkát adni. Mint ahogy elmondtam, idén is várjuk, éppen tegnap kezdődött el a diákmunka nálunk, 16 évét betöltött fiatalokat tudunk fogadni, és heti szinten tudunk nekik munkát biztosítani, ami annyit jelent, hogy 5-től 8 napig biztosítunk minden diáknak munkát, amely által egy 16-20-25-30 ezer forintot meg fogunk tudni keresni a nyári időszakban, hogy pénzhez tudjuk jutni a munkája által. Amielőtt bárki azt hinné, hogy ezek a gyerekek itt mi most itt reklámoztassuk, hogy ez mi érdekeinket szolgálja, hogy PR alapon mondjuk ezt, hogy mi most diákmunkát csinálunk, hát tisztelettel szeretném kijelenteni, hogy 40 fokos melegben is dolgoznak a diákok. Szóval nem egy gyerek álom, ez nem PR, meg nem a számokkal próbálunk mi itt mentegetőzni, meg felbővíteni, de ebben a 40 fokban is megállják a helyüket. Szóval a 30, tavaly is ugye voltak olyan melegek, hogy 38 fokos melegek voltak a temetőben egyben, és ott is 52 diák a legnagyobb becsülettel, tisztességgel ellátta a feladatot.